Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dalos Zoltán vagyok, és itt vagyunk a Freedom X Fesztiválon, és itt vagyok Kocsis Dórival, aki a Talpalatnyi Történetek blognak a szerzője. Szia! Szia! Az egyik szerzője. Egyik szerzője. Kicsit mesélj nekünk, kérlek, hogy miről is szól ez a blog, és mi az, amit ti képviseltek és közzétetek a világban. Az utazásainkról szól elsősorban, akkor kezdtük el, amikor elmentünk egy egyéves világkörüli útra, és most már inkább arról szól, hogy ezeknek az utazásoknak a hatására hogyan változott meg az életmódunk, és hogy most már nem csak a tudatosságra figyelünk, meg arra, hogy felelős utazók legyünk mondjuk társadalmilag, hanem arra is, hogy minél inkább hulladékmentesen tudjuk az utazásokat is megélni. És ez megvalósítható ebben a mai világban, mai korban? Szerinted könnyen, vagy csak az odafigyelésen múlik? Szerintem minden könnyen megvalósítható, mert a legtöbb dolog, amit csinálunk, az valamilyen megszokáson vagy automatizmuson alapul, és azt, hogy hulladékot termelünk, az is egy ilyen automatizmus, és ez átformálható. És utazásoknál azért egy kicsit nehezebb, mert ugye teljesen új helyeken járunk, fel kell fedezni azokat a helyeket, ahol be tudunk szerezni akár élelmiszer csomagolásmentesen, de itthon abszolút működik. Tehát itthon tényleg nagyon könnyen egyszer kell végigjárni azokat a helyeket, megismerni, ráállítani a gondolkodásunkat arra, hogy mi az, amit kell magunkkal vinni, és akkor onnantól kezdve már egyszer. És ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát, hogy így ez hogy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy minden újra tölthető, vagy olyan dolgokat, szatyor, kosár, stb. Úgy jártok bevásárolni, és olyan helyekre, ahol mondjuk kifejezetten csomagolásmentes helyek, boltok? Nem csak kifejezetten csomagolásmentes boltok, hanem a piac az, ami nekünk a legnagyobb ilyen forrásunk, mert ott azért majdnem mindent meg lehet venni, mondjuk a tésztán meg a liszten kívül. A többit az pedig tényleg csomagolásmentes boltból szerezzük be, és valóban, ahogy mondtad, ez olyan, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amire nagyjából szükségünk van azon a héten, és akkor berakunk egy üveget a tejfölnek, ha akarunk savanyúságot venni, akkor annak is, hogy egy kicsit ilyen tudatos felkészülést kíván, de mivel már nagyon régóta csak idény zöldségeket, meg gyümölcsöket eszünk, ezért már igazából tudjuk azt, hogy milyen doboz, meg zsák kell ahhoz, amit mi szeretnénk megvenni. És utazások során ott mi a fő kihívás szerinted, vagy mi az, amivel leginkább találkoztok ilyenkor? Ami a legnagyobb kihívás? Az az, hogy még nincsen helyismeretünk. Viszont mivel mi nagyon sokszor helyieknél szállunk meg, ezért ez egy kicsit könnyebb. Meg az, hogy még ott nem nagyon ismerjük így az élelmiszereket egy csomószor. Valamint nincsenek nálunk az üvegek, tehát azért nem úgy kell elképzelni, hogy mi egy 50 literes hátizsákkal megyünk, aminek a fele az csak dobozokból és üvegekből áll. Úgyhogy kicsit okosabban kell gondolkozni, hogy mi az, amit súlyba, méretbe el tudunk vinni. Na és most itt a Freedom X-en mi a témád, vagy témátok, nem tudom, egy idő, vagy ketten adtok elő itt is a pároddal? Igen, holnap, úgyhogy most azért nincs itt, hogy csak holnap fog jönni, és arról fogunk előadást tartani, hogy hogyan utazunk hulladékmentesen, és mik azok az értékek, ami alapján mi bejárjuk a világot. Szuper. És a jó hír, hogy július 4-én ugye lesz a helyfüggetlenség napja, ugye a következő rendezvényünk a Lurdi moziban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, és ugye ott is fogunk találkozni. Ott meg ugye Amerika lesz a tematika, és miben lesz más, vagy mi az, amiben mit fogtok mesélni Amerikáról, mi a terv, miért jöjjenek el a kedves nézők szerinted? Azért fogunk élményeket is, meg nagyon szép helyeket is bemutatni Amerikába, és a fő üzenetünk az, hogy élményeket, meg tapasztalatokat, meg ilyen felhőtlen utazást, azt lehet úgy is megélni, meg kivitelezni, hogy azon minél kevesebb hulladékunk termelődjön, úgyhogy azt fogjuk megmutatni, hogy ilyen országban, ami a legnagyobb egy ilyen bizonyos szempontból a legnagyobb kihívás, mert minden csomagolva van, ott mi az, amikre egy teljesen átlagos utazó is már tud figyelni. Okay. Szuper, hát nagyon szépen köszönöm, izgalommal várjuk, és várunk titeket is, akkor belinkeljük a videó alá az eseménynek a linkjét, és akkor sok sikert holnapra, és akkor várunk szeretettel. Köszönöm szépen! Sziasztok!